mindannyian mások vagyunk, bár egyben másban hasonlítunk. Az idei szexárdi születi napok alkalmával ismét fellobbant a Szeretett Lángja elnevezésű programsorozat, mely hagyományosan a fesztivál nyitó programjának számít már hosszú évek óta. A Szent István téren felállított színpadon 2 órás összeállítást tekinthettek meg az érdeklődők a segítséggel élő fiatalok előadásában. Közös énekléssel és gyertyagyújtással kezdődött a nyitó ünnepség, amit egy mesés, színpadi darab követett. Az előadásokon többek között a Hétszínvilág és a Belecskai Otthon lakói vettek részt. Az egyesületünk, a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesülete már hosszú évek óta felvállalta ennek a programnak a megszervezését, hiszen nem szabad hagyni, hogy ez a láng elaludjon. Az országban ez egy kiemelkedő rendezvénynek számít, hiszen hasonló rendezvény, ahol a fogyatékkal élők, segítséggel élők és a barátaik együtt lépnek fel színpadon, külön rendezvény nem, tehát nem valósul meg folyamatosan minden évben. A kulturális és zenés műsorokon kívül fejlesztő és ügyességi játékok is gondoskodtak a jó hangulatról és a szórakozásról. A kézműves foglalkozások keretein belül pedig lehetőséget biztosítottak mindenki számára, hogy megtanulja az origami, vagy más néven a papírhajtogatás alapjait. Tulajdonképpen annyira nem ördögtől való, bár voltak nekem is fenntartásaim, vagy hogy is mondjam, kételkedtem egy kicsit magamban, hogy meg tudom ezt csinálni, de aztán végül is... Petőfi Sándor! Úgy ment. Úgy alakult. A színpadi darabok bemutatásában és a felkészítő munkában számos pedagógus is részt vett, akiknek köszönhetően a segítséggel élő fiatalok is megtapasztalhatták, milyen is közösség előtt szerepelni.